A klasszikus zene jótékony hatásait kutatások sora igazolja. Ennek ellenére csak egy szűk réteghez jut el a hangversenyteremben felcsendülő zenevarázsa. Ezért indította el az EMI a térzene programot, amelynek célja, hogy minél több városban felcsendüljön a klasszikus zene. A minisztérium széles körben szeretné népszerűsíteni a komoly zenét. Így a parkokban, zenepavilonokban, köztereken, hogy a klasszikusok közösségi élménnyé váljanak. A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben azonban a program megvalósítása módosult Karcagon is. Tudtuk meg Szepesi Tibortól, a Dériné Kulturális Központ igazgatójától. Szombaton, szerdán, majd megint szombaton, tehát nagyjából ebben a ritmusban több héten keresztül kerülnek megrendezésre kisebb térzenekoncertek, ugye a jelenlegi helyzetre való tekintettel. Alapvetően nem így terveztük. Néhány héttel ezelőtt mindig szombat délelőtt lett volna az a program, amelyet a Filharmónia Magyarország ajánlott fel a városnak. Ez egy ingyenes program, körülbelül szombaton délelőttönként egy órás koncert került volna megrendezésre minden szombaton, közel 2-3 hónapon keresztül. Ezt alakította át a jelenlegi vészhelyzet, a koronavírus, és akkor úgy döntött a Filharmónia Magyarország, hogy nem mondja le ezt a programot, megkeresi a partnervárosokat, hogy vállalják-e azt, és természetesen Karcag ezt vállalta, hogy kisebb mennyiségben, tehát körülbelül egy negyed óra, 20 perces koncerteket, de több helyszínen adnak a városban, elsősorban nagyobb tereken, lakótelepek közelében, ahol talán többen hallhatják az erkélyekről. Így kerültek ők hozzánk, és hát nagyon örülünk annak, hogy a Filharmónia Magyarország partnert látott bennünk ezekben a koncertekben is. A cél elsősorban az, hogy ez a fajta komoly zene, ami egy kicsit azért játékosabb formában kerül megrendezésre, hiszen olyan dallamokat próbálnak választani a zenekarok, amelyek fülbe mászóak. Tehát, hogy egy picit megszólítani a közönséget. Ne az legyen az elsődleges cél, hogy csak ezt meghallgassák, hanem egy picit felhívni a figyelmet arra, hogy igen, a komoly zene él, itt van a városban, köztünk van, egy kicsit legyünk vidámabbak ebben a helyzetben, azt gondolom, hogy ránk is fér. Tehát itt elsősorban a figyelem felhívás, és egy kicsit a jelenlegi helyzetnek az oldása a mi célunk. Három helyszínt jelöltünk meg alapvetően, tehát a Kossuth teret, a Táncsics lakótelepet, illetve a Nagyvénkerti lakótelepet. Nyilván úgy próbáljuk majd a helyszíneket egy picit ezeken belül is változtatni, hogy nem mindig ugyanaz alatt az ablak alatt, nem mindig ugyanaz alatt az erkély alatt kerüljön lebonyolításra a koncert, hanem egy picit menjünk jobbra, balra, és akkor minden lépcsőház környékén próbáljuk majd a koncertet, magát a koncert helyszínt kijelölni. Magyarország egyetlen Tuba 4-es zenekara 12 évvel ezelőtt alakult professzionális részfúvós muzsikusokból. Mi egy állandó együttes vagyunk, Magyarország egyetlen működő Tuba 4-ese. 12 évvel ezelőtt alakultunk, és hogy az első kérdésre is válaszoljak, hogy hol működik ez az együttes, tulajdonképpen mindenhol Magyarországon. De mivel hogy én Budapesten élek és dolgozom, a Magyar Állami Operaház szimfonikus zenekarának vagyok a tuba művésze, így az előkészítő próbák nagy részét Budapesten tartjuk, de a tagok vidékiek is, van, aki Kecskemétről jön hozzánk, van, aki Székesfehérvárról játszik, tehát nem egyértelmű ez a budapesti lokáció ilyen értelemben. A részfúvós hangszerek a jellegükből fakadóan mindig valamiféle térzenei szolgáltatást nyújtottak, egy tipikus 19. századi műfaj, amikor is ezt a katonazenekarok kezdték el, és talán ennek a hagyományát követve mi is többnyire klasszikus zenei, népszerű klasszikus zenei daraboknak a tuba kvártett adaptációját játszottuk, többek között Hunyadi indulót is játszottunk, klasszikus zenei részletek is voltak, és nem áll tőlünk a pop, illetőleg a jazz örökzöld dallamok megszólaltatása sem. Mai napra három városban van szerencsénk muzsikálni, Mezőkövesd ugyebár megvolt kora délután, így a mai nap derekán itt Karcagon muzsikálhatunk, majd innen még mezőtúrra gyorsan átmegyünk, hogy este is egy kis talp alá valót fújjunk az érdeklődőknek. A klasszikus zene mellett jazz, filmzene, népzenei és könnyűzenei feldolgozások is hallhatók koncertjeiken.